nem Szakács Gergely, de a legtöbben Gerinek vagy Gergőnek szólítanak. Ezt a dalt az az ember is lette, aki mindig Gergelynek hívott. Ott vagy az égen minden csillagban, benne a nappalban. Tudom, most is féltesz, untalan, untalan. Hát figyelsz rám. Tengeremben hittel élem minden percem, valamiképpen szelet hangjegyekkel nyertem. Vitorlám duzzad most is, viharokkal vívok harcot. Dallamszéllel zúzom hangsebesen szét a habot. Valaki földből, vízből távozik az égbe. Egy az utunk porból, porrá nincsen vége. De a búcsú nehéz most is, akarod, hogy így maradjon? Halandó emberként a parton repül feléd hangom. És ha majd megérted, csak más a fedélzet. Modulálás vízből pára, ami egyszer volt, az lesz is már. Ha a szíved a helyén dobog már ma. És már itt is van velem Szakács Gergő. Szia, Gergő! Sziasztok! Először is szeretnék gratulálni neked. Szerintem ezzel a dallal is bebizonyítottad, hogy te nem az a fajta dalszerző vagy, aki muszájból ír dalokat, hanem tényleg az, aki a szívét, lelkét beleadja egy-egy alkotásába. Mesélne nekünk arról egy kicsit, hogy hogyan zajlik nálad egyébként egy dalszerzésnek a folyamata? Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a méltató szavakat. Az adott dal egyébként maximálisan ilyen megihletett pillanat. Ban keletkezett, kaptam egy telefonhívást, amiben elmondták, hogy az anyukám elmondta, hogy a nagypapám beteg, és igazából rá egy ilyen órára nagyjából megszületett a dal. Ez 4 éve történt egyébként, csak most lett aktuális a történet, mert most búcsúzott el nagypapám, és így azt gondoltam, hogy most érkezett el az idő, hogy kijöjjön ez a dal stúdió formában. Gyönyörű a dal, szerintem nagyon sokaknak erőt fog adni. A hanghajó kifejezés az mit jelent számodra egyébként a címben? Én azt szerettem volna, igazából amikor most elővettem ezt a dalt, akkor már egy egészen más szöveget írtam volna rá. És picikét át is írtam pár sort, amit vállalhatatlanak tartottam mondjuk a 4 éves énemhez képest, de alapvetően pedig meghagytam azt a koncepciót, amit megálmodtam, ami az volt, hogy valamivel szeretnék utána nyúlni, úgymond, és azt, ezt a hangommal teszem meg. Valamiért én ezt a fegyvert kaptam, vagy pajzsot az élettől, hogy zenében tudom magam kifejezni, vagy zenével tudom magam gyógyítani, és igazából a dallamokkal próbálok utána nyúlni, és vagy elbúcsúzni tőle, vagy éppen még beszélni vele egy picit. A hozzátartozó videóklip szerintem nagyon jó összhangban van magával a szöveggel és magával a dallal is. Kinek az ötlete volt ez a képi világ, amit láthatunk? Én alapvetően elég vizuális ember vagyok, és amikor megszületik egy dal, akkor a fejemben van már egy videóklip is hozzá. Ebben az esetben is így történt, amikor megírtam a szöveget, akkor tudtam, hogy pontosan mit szeretnék látni. Egy snittet láttam, hogy van egy bácsika egy csónakban, hátulról látjuk, van 2 evező mellette, és itt távolodik egy tengeren, vagy tavon, és mivel Borsodból származom, ezért azt gondoltam, hogy a hámorító lesz a legmegfelelőbb erre, és kihasználtuk az őzi színeket. Igazából úgy tud ez ennyire bensőséges lenni, hogy ketten csináltuk a klipet egy nagyon jó ismerősömmel, aki szerintem az ország egyik legtehetségesebb vágója, Nagy Bence, és igazából nagyon belsőségesen készül egy ilyen klip, az Időt című dalomhoz is ő készítette a klipet, és ezért tud talán ennyire közel kerülni magához a dalhoz is.
kicsit nézegettem a Facebook és az Instagram oldaladat, és láttam, hogy nem csak a klipben szereted a szép helyszíneket, hanem amúgy is rendszeresen jársz erdőben, vagy például hegyet mászol. Ez a természet szeretet, ez mióta tart nálad, vagy hogy kezdődött? Engem igazából apukám vitt bele ebbe a sztoriba, ő rengeteget túrázik, meg igazából régebben nagyon sokat túrázott, sziklát mászott, kenúzott, és ezt mind megmutatta nekem, és ezzel így megfertőzött eléggé, és azóta én így magamtól megyek, vettem egy órát, hogy el ne tévedjek, és addig egyébként nem mertem kimenni egyedül annyira, de így, hogy most már biztos, hogy nem visszatalálok bárhonnan, így elmerészkedem elég extrém helyekre is. Gondolom a másik nagyon jó kikapcsolódás számodra a koncertek. Volt is már egy-két akusztikus szóló koncerted. Ezek milyen élmények számodra? Én, mivel egy introvertált személyiségről van szó esetemben, ezért egyébként én nem annyira élvezem az ilyen dolgokat, legalábbis a színpadon levést azt nem annyira szeretem, viszont a zenét azt meg nagyon szeretem, és így énekelni nagyon szívesen énekelek embereknek, és örülök, hogy ott vannak, és óriási energiát ad, viszont mindezt megtennem, nekem elég nagy erőfeszítésembe kerül. Nyilván ez egy visszás helyzet, hogy miért vagyok ilyen hülye, hogy akkor ezt csinálom, de igazából így világviszonylatban talán Sziát tudnám felhozni, aki egy dalszerző, és abszolút introvertált emellett, szóval ő a zenéért csinálja a dolgokat, és például háttal áll a színpadon, és így nyom le egy koncertet. Úgyhogy én igyekszem ebben fejlődni. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, további sok szép dalt kívánok még neked. Nagyon köszönöm, hogy itt láttam, sziasztok!